Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Városi Kispályás labdarúgó bajnokság első osztályában a héten a 15. forduló keretében léptek pályára a csapatok. A játékhét előtt a tabella 8. helyén álló Klub Feca és az 5. MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Találkozója izgalmas összecsapásnak ígérkezett, már csak azért is, mert a két együttes ősszel egy egyes döntetlenre végzett. Nos, annyit elárulhatok a találkozó előtt, hogy most egyik fél bezsebelte a 3 pontot. Az első osztályi Városi Kispályás labdarúgó bajnokság 15. fordulójában a 8. és az 5. helyezett csapat csap össze az egyik rangadónak ígérkező találkozón. Piros mezben balról jobbra támad a képernyőn a jelenleg 8. helyezett Klub Feca, megszokott szerelésében fekete-fehér mezében a MÁV Gépészet, amely a tabella 5. helyén áll. A MÁV Gépészet számára a mai mérkőzés tétje az, hogy továbbra is ott tud-e maradni az élmezőnyben. A Klub Feca pedig egy esetleges győzelemmel megközelítheti jelenlegi riválisát a tabellán. A két csapat összeállítása: a Klub Feca kapuját 9-es számmal Fehér Miklós őrzi, mezőnyben pedig 16-ossal Búka Csaba, 10-essel Máriási Zsolt, 2-essel Fodor Tamás, 70-essel Hajnal László, 69-essel Hajnal Imre és 99-essel Almádi Ferenc. A kezdő együttesben tehát Hajnal László, Hajnal Imre, Fodor, Búka és Máriási. Ez a nyitó ötös. A MÁV Gépészet csapatánál Német Attila őrzi a kaput. A kezdő csapat pedig a következő: 8-assal Pukancsik Zoltán, 10-essel Farkas Roland, 15-össel Monics Péter, 13-assal Pusztai Attila és 6-ossal Egerszegi Zoltán. A cserepadon rajtuk kívül még Papali Tibor, Bodor Károly és Lukács Krisztián várnak bevetésre. Monics, Pukancsik, Monics kapja vissza. Egerszegi felé száll az indítás, és aztán Búka mozdul kifelé. Pusztaival szemben volt szabálytalan. A két csapat az ősszel a 2. fordulóban egy egyes döntetlenre végzett. Ilyen szoros csata volt akkor tehát. Egerszegi lő, már Jásiról vágódik le a labda. Bóka, Hajnal László, Egerszegi támadta. Hajnal László, Monics veszi le, Pusztai, Pukancsik. Végül Német kapus ér a labdába. Egerszegi. Remélhetőleg azért gólgazdagabb mérkőzést vívnak most majd a csapatok, mint tették azt a 2. fordulóban. Hajnal Imre vágta ki a labdát.
A tavaszi nyitányon, azaz a múlt héten a 14. fordulóban a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. 3-1-re kikapott a Cooper SC-től némi meglepetésre, míg a Kúfeca 4-0-ra verte a Poyák BT csapatát. Fehérkapus. Hajnal László. Vissza kapusának. Egyelőre még tapogatóznak a csapatok. Monics. Egerszegi. Kereszt ad a Pusztainak, Kukancsiknak fejelte le, Pusztai a rossz helyre. A 6. percben járunk, egyenlőre gól nélkül. Hajnal Imre megy fel a magasba és csúsztatja meg a labdát, Fodor elől azonban német kapus veszi birtokba a játékszert. Kukancsik. Egerszegi húzódik ki a jobb szélre, nem kapja a labdát, Kukancsik lőtt. A labda azonban elkerülte a kaput. Hajnal László, Hajnal Imre perdíti tovább, de rossz helyre, Monics érkezett. Hajnal László bedobása, Fodor. Hajnal Imre ismét egy perdítéssel próbálkozik, de ez most sem vezetett eredményre, Máriási. Ez egy szép labda a Hajnal Lászlónak. A fejes kapura nem volt jó. A túloldalon azonban nem érkezett játékos társ. Bóka. Kukancsik és Pusztai mellett is elmegy. Aztán labdája messze elkerüli a MÁV Gépészet kapuját. Kukancsik. Pusztai, szép volt a csel, Hajnal Imrét csapta be. Farkas, ez szép játék, Egerszegi tette volna vissza középre a lendületből érkező Farkasnak. Fehér azonban résen volt. Szöglet. A találkozó első szöglete, mindez a 8. percben. És most dobással. Újabb szöglet. Kukancsik lőtt a kapu mellé. A MÁV Gépészet szereplése mindenképpen meglepetés ebben az idényben, hiszen újoncként vannak ott a tabella 5. helyén, és úgy, hogy sokáig az első 3 között szerepeltek. És a harmadik helyezett Bretton RT mögött mindössze 1 pont a hátrányuk. Fodor. Egerszegi érkezett és előzte meg Bókát. Farkas. Fehér véd. Pusztai fejjel a felső lécről vágódik vissza a mezőnybe a labda. Fehér kapus tolta egyébként a felső kapufára a labdát. Pusztai. Máriási szerelt volna, azonban a labda pehjére Farkashoz került. Német. Pusztai harcol középen a 6-oson belül Bókával, és szabálytalan is volt, ezért kifelé jár a szabadrúgás. Fehér végzi el, Monics fejeli vissza, aztán Fodor veszi le a felezővonal környékén. Hajnal László, Fodor, Máriási egyből tovább kényszerítőzni próbált Fodorral. Picit hosszú volt a labda. Máriási bedobása, Fodor helyezkedik. Hajnal Imre érkezik,
szép megoldás volt. Merre vette a labdát, aztán egyből lőtt. Félfordulatból, de német kapus védett. Farkas íveli előre, de rossz helyre. Ott nincs fekete mezes játékostárs. A 10. percben járunk már. 0-0-ás mérkőzés állás. Hajnal Imre. 4 mávgépészet játékos gyűrűjében. Áthámozta magát, de gólhelyzetet nem tudott kialakítani az akcióból. Hajnal László belövása, Fodor érkezik. Mellé. Monics. Farkas. Pusztai. Szabad rúgás a Klubfece javára. Máriási. Hajnal Imre. Bóka. Hajnal László. Fodor mozog a labdáért. Hajnal Imrével játszik össze. Pukancsik. Szépen szerel. A passz Pusztai felé már nem jó. Hajnal László. Bóka. Néhány centiméterrel ugyan, de hosszú volt Fodornak a labda. Pusztai. Fehér dobja vissza egyből a labdát. Pusztai vette merre. Lukács közben hetes számmal, mint friss erő a MÁV gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Csapatában. Kiharcol egy szögletet. Monics ment lecserélni egyéb iránt. Pusztai érkezik, szép! 1-0-ra vezet a MÁV gépészet a 12. percben. Lukács végezte el a szögletet, remekül vette észre, hogy Pusztai lendületből érkezik, a Klubfece védői pedig állva nézték a történéseket. 1-0-ra vezette át a 12. percben a MÁV gépészet. Hajnal Imre. Egy távoli lövés, német véd, szöglet. Máriási sarokrúgása Hajnal Lászlónak a túloldalra, és német megint hárít. Bedobás. Hajnal László dobja be a labdát. Lász Károly elől mentettek. Máriási. Ez sem volt rossz. Német megint úszott a levegőben, és szögletre mentett. Pusztai. Kivitte már az oldalvonalon kívülre. Bóka. Hajnal László. Máriási, Egerszegi a Pukancsi körelésében. Feca szabadrúgás a 14. percben. A távolság 11 méter. Máriási Zsolt a labda mögött, két tagú a MÁV sorfala. Bóka! De az alapvonal mellé, aztán Bóka pedig a keresztbe a kapu előtt. Farkas.
Fehér dobja ki. Máriási. Monics tért vissza a pályára. Farkas Roland helyére. Juhász bedobása. Bóka nem találta el jól a labdát. Pusztai leveszi. Bóka lép oda és szerel. Máriási. Most némileg beszorult a MÁV gépészet. Együttes a saját kapu elé. Juhász fejelt. Centiméterekkel került el a labda a kaput. Ellentétes ítélet a két játékvezető részéről. Az egyik kirúgást, a másik pedig szögletet ítélt. És végül szögletet a dologból Máriási. Hajnal László lő, német véd. Kellemetlen lövés volt, pattogott a labda. Hajnal László. Ketten állnak előtte. Máriási. Monics érkezett, és mentett szögletre. Máriási végzi el a sarokrúgást. Hegerszegi lépett ki. Fehér. Hajnal Imre. Monics. Monics még. A kapu mellé lő. Fehér egyből indítja a klubfeca támadását. Bóka a bal oldalon. Pukancsikot is becsapja. De aztán középre már nem tudja passzolni a labdát, mert jól zártak a MÁV védői. Hajnal Imre előszeretettel alkalmazza ezeket a perdített labdákat. Lukács Juhász mellett, aztán Pukancsiknak teszi hátra. Hajnal Imre Egerszegit előzte meg. Újabb szöglet következik. A 17. percben járunk, 1-0-ás MÁV gépészet vezetés. Máriási szöglete, Bóka érkezett középen, kirúgás. Pukancsik. Lukács fejéről hagyja el a labda a játékteret. Hajnal László. Juhász veszi merre, aztán megszeridíti a labdát. Fodor. Német beleér, újabb szöglet következik. Máriási. Bóka érkezik, 1-1. 18. perc. Egyenlít a klubfeca, érett már a pirosmezesek gólja, hiszen nagy nyomás alatt tartották az utóbbi percekben a MÁV gépészet kapuját. És itt is egy szögletkombináció, épp úgy, ahogy az imént a másik oldalon. Ezzel 1-1 az eredmény. Lukács. Pusztai. Pukancsik. Máriási. Pusztai veszi el tőle a labdát, de Fodor érkezik segíteni. Klubfeca bedobás következik. Máriási. Bóka. Szép volt a csel. Fodor hátrafelé mozgott. Útra. Nem ért el a labdát. Itt pedig az újabb MÁV gépészet találat. Most Pusztai az előkészítő és Lukács a befejező játékos. 2-1-re vezet a MÁV gépészet Alba Kerem 57 Kft. A 20. percben.
egymást szolgálja ki tehát a két játékos eddig. Ugye az első gólnál Lukács adta a paszt, és Pusztai volt eredményes. Most fordítottak. Monics. Német. Pusztai mellel, Egerszegi mellé. Szöglet. Ez sem volt veszélytelen, Pusztai zavart ismét a kapu előterében. Fehér védett bravúrral. Most ismételhetnek a másik oldalról. Lukács, bedobás, Pusztai veszi le. Monics távolról. Elkerült a labda messze a kaput. Hajnal László, Máriási. Máriási még. És aztán kirúgja a labdát az oldalvonalon túlra. Pusztai. Hajnal László érkezett. Máriási elől pedig Kukancsik rúgta el a labdát. Hajnal László. Egerszegi. Lecsúszott a lábáról. Hajnal László. Juhász. Máriási. Egerszegi rúgja előre, Pusztai vissza, Lukács azonban elvéti, Juhász, Bóka, Kukancsik várta középen a labdát, Pusztai nem érte el, Fehér nagy kidobása, Juhász fejli középre, de rossz helyre. Monics bedobása, Pusztai. Juhász szereli, Máriási pedig fordul. Váratlan lövés, Német jobb lábbal hárít. Szöglet. Máriási végzi el a szögletet. Ez egyszer már bejött. Most Hajnal László lő, Juhász pedig a felső kapufára perdíti a labdát. Egyenlítési lehetőség a klubfece előtt. Azonban az óriási helyzet kimarad. Pusztai, Kukancsik, Lukács nem be középre, Fehérnek kellett vetődnie. Egerszegi dobhat. Bókát találta telibe, Monics, Lukács, Kukancsik. Monics, Fehér öleli át a labdát és egyből dobja ki Máriási felé. Kukancsik azonban megelőzte a Feca 10-es számú játékosát. Egerszegi elterül a hatoson belül, rosszul lépett valószínű, a bokáját fájlalja. Nem szabálytalankodtak vele szemben, nem is volt igazán a közelében. Pirosmezes játékos. Egy rossz mozdulat eredményezhette a sérülést. Egerszegi Zoltán elhagyja a pályát. Farkas Roland érkezett helyette. Hajnal László. Fehér kapus. Pusztai zavart. Már a 25. percben járunk. 2-1-es MÁV gépészet vezetés. Az első félidő utolsó percén belül tehát. Bóka szép mozdulattal tette tovább a labdát.
Lukács lépett ki. Juhász mellé. Lukács ért bele utoljára. Így feca szöglet következik. Juhász végzi el. Helyezkednek a játékosok, de nem jut be a labda a kapu előterébe. Bedobás. Máriási. Juhász elől Pukancsik ment. Hajnal László. Már letelt az első félidő rendes játék ideje. Ezek most már a hosszabbítás másodpercei. Fodor. Hajnal László. Juhász. Juhász végzi el a bedobást, Bóka fejjel, de a kapu mellé. Vége az első fél időnek. 2-1-re vezet a MÁV Gépészet Alba Kerámia 57 Kft. Pusztai és Lukács góljaival. Visszatekintés az első fél időre. A 12. percben egy szögletből Pusztai szerzett vezetést a MÁV Gépészet javára, majd a 18. percben Bóka egyenlített, szintén egy szögletből, míg a 20. percben Lukács alakította az eredményt 2-1-re a MÁV Gépészet javára. Fejeli fel a labdát a lelátóra. Farkas bedobása Pusztai. Máriási. Farkas szerzi meg a labdát, Fodor. Máriási. Vallábbal lő, de a kapu mellé. Német kirúgása. Hajnal Imre. Német érkezik nagy hanggal, és kiöklözi a labdát Pusztai. Farkas. Hajnal Imre veszi merre a labdát, aztán Máriásihoz passzolna. Pukancsik azonban gyorsabb volt. Fehér. Bemutat egy bravúrt, és a MÁV ismétlését is hárította. Hajna. Fehér. Bóka. Farkas mellett tette tovább a labdát, Fodor pedig jól tartja azt. Juhász fordulatból gyönyörű gól. A jobb felső sarkot lőtte ki. Kapunak háttal kapta a labdát, és aztán ráfordult, kapásból lőtt. És a 28. percben egyenlít a klubfeca. Kettő-kettő az eredmény. Pusztai. Bóka. Máriási. Fodor. Pukancsik Lukáccsal vált, aztán a Pusztaihoz kerül a labda. Fodor. Fehér. Máriási jön hátra a labdáért. Német. Hajnal Imre szerelte Pusztait. MÁV bedobás. Monics. Bókáról pattant hozzá vissza a labda. Fehér fogja.
Lukács lövését. Juhász. Máriási. Bóka. Mellé. Hullózó mozdulattal vette célba a kaput. Kukancsik, Monics felé, aki a bal oldalon iramodik meg. Monics a kapussal szemben visszateszi, visszatenné pontosabban középre. Juhász. Közben Bodor a pályán, a MÁV gépészet csapatában hármas számmal. Mint friss ember. Máriási. Kukancsik volt szabálytalan. Harmincadik perc, 2-2 az eredmény. Máriási szabadrúgása. Mozognak keresztbe a játékosok, Hajnal a legurított labdával. Játékszer azonban plafont ért, ezért játékvezetői labda következik. Pusztai sportszerűen visszaadja a fecának. Hajnal Imre. Bodor előzte meg Juhászt. Fehér veszi fel a kezébe a labdát és dobja ki. Juhász az alapvonalnál húzza vissza a labdát, mert a kapu tetején landol. Bodor. Pusztai és Máriási párharca. Fehér. Juhász megállítja a labdát, de megszeridíteni nem tudja. Bodor érkezett oda és szerelt. Épp úgy, ahogy Fodorral teszi. Máriási mellé lecsúszott a lábáról, és reklamál, hogy kézzel lökte őt Lukács. Bodor. Fodort becsapta, de visszaért a Feca kettes számú játékosa, és Máriási vállalkozik lövésre bal lábbal, mint egy 8 méterről. Német még beleír a labdába, de hárítani nem tud. Ezzel a 32. percben átveszi a vezetést a Klub Feca. 3-2 az eredmény. Lukács. Monics. Kukancsik. Máriási volt szabálytalan, hátulról érkezett és sarokkal belerúgott Kukancsik lábába. Monics. Szép volt a csel, Hajnal László mellett ment el, de Pusztai az passzolni nem tud, Hajnal Imre pedig felrúgja a labdát a magasba. Monics. Hajnal vágja ki. Kukancsik. Pusztai. MÁV bedobás, Monics kezében a labda. Pusztai vissza Monicsnak, és aztán Hajnal érkezik. Balett mozdulattal ment Monics elől. Monics bedobása, Fehér mozdul ki a kapujából jó ütemben és húzza le a labdát. Hajnal Imre most már a másik oldalon. Lövésre vállalkozik, de a labda elkerüli a kaput. Farkas, Kukancsik. Farkas Roland kapja vissza. Pusztai a hatos vonalnál. Lukács érkezik, szép támadás, szép gól, egyenlít a MÁV gépészet. Mindez a 34. percben. 3-3 az eredmény. Lukács második gólját szerzi a mai mérkőzésen.
Pusztai remekül fedezte a labdát és gurította vissza az érkező Lukács Krisztián elé, aki nem teketóriázott, egyből lőtt, és a labda végül a jobb alsó sarokban kötött ki. Farkas. Monics. Bóka fejeli vissza, Máriási. Bóka zárkózik fel a jobb oldalon, kapja is a labdát Máriásitól, aztán Fodornak gurítja le, Kukancsikról vágódik le a labda. Fodor lövését követően Hajnal Imre. Fehérnek haza, Monics támadja. És most a másik kapus, Németh Attila veszi birtokba a játékszert. Kukancsik. Monics sarokkal középre, Fehér felszedi. Máriási indul meg a kidobással, Németh vetődik, és fogja a labdát biztos kézzel. Farkas. Monics. Hajnal Imre előzi meg Pusztait, de Pusztai szabálytalankodik. Így a Feca javára jár szabadrúgás. Hajnal Imre. Három ember között forgolódik egy picit, és aztán Hajnal László zárkózik fel segíteni. Az ő lövése pedig messze elkerüli a kaput. Farkas. Pusztai. Hajnal lökte. 35. perc. 3-3 az eredmény. Pusztai a labda mögött a szabadrúgásnál. Hajnal az egyszemélyes sorfal, és útját állta a labdának. MÁV gépészet bedobás következik. Lukács mellé. Hajnal Imre. Bóka. Németh véd. Lukács. Farkasról pattan vissza a labda szerencsétlenül. Feca bedobás következik. Pusztai. Hajnal László fejeli haza. Bóka. Fodor. Hajnal László, majd Hajnal Imre a labdával. Pusztai volt erőszakos. Lukács majdnem kapura fordulhatott vele. Fodor és Kukancsik birkózik. Bóka, Németh, micsoda bravúr, szöblet. Bóka Csaba mintegy másfél méterre állt a kaputól, és Németh remekül érkezett vissza, és hárította a lövést. Máriási szöblete. A 37. percben járunk. Hajnal Imre kapáslövés mellé. Szép mozdulat volt ez is. A labda célt tévesztett Kukancsik. Pusztai teljesen üresen elől, Hajnal László azonban visszaér. Máriási. Hajnal Imre egy lövőcsal, aztán tovább viszi és ballal lő, Németh véd. Bóka bedobása. Máriásiról pattan Németh elé a labda. Kézbe veszi azt Kukancsik. Fehér fogja. Azért iramra nem lehet panasz, nem sokat. Bíbelődnek a játékosok, ahogy megszerzik a labdát, rögtön támadásba lendülnek. Mindkét oldalon. Pusztai. Lukács. Fehér. Rossz helyre a kidobás. Kukancsik. Farkas. Kukancsiknak vissza. Pusztai. Hajnal Imrét nem csapja be. Monics adja haza. És gól! Máriási végül a gólszerző.
Monics szerette volna hazaadni a labdát, de nem értették meg egymást Némettel. Máriási ugrott közbe, tovább pattant a labda, és először a kapufára pattant, majd mintegy 15 centiről végül Máriási Zsolt a gólvonal mögé gyömöszölte a labdát. 39. perc, 4-3-ra vezet a klub Feca. Máriási két gólos már. 'Hajnal László, Monics szereli. Máriási, 'Hajnal László, Máriásinak vissza. Farkas. Lukács. Pusztai. Monics. Egyből elvállalta. Elsuhant a labda a kapu előtt keresztbe. De beleért egy pirosműves játékos, így szömlet lett a dologból. Farkas. Helyezi le a labdát. Fodor előzte meg Pukancsikot, de csak szabálytalanul tudják elvenni tőle a labdát. Pusztai végzi el a szabadrúgást, mindez már a 41. perc történése. Pukancsik kéri, aztán végül Pusztai elvállalja, Fodorban elakad, Fehérnek kellett védenie Pukancsik lövését. Fodor végezte el a szögletet, Hajnal Imre érkezett és mentett Pusztai elől. Lukács. Hajnal László keményen harcol a labdáért. Lukács. Pukancsik sarkára pattan a labda. MÁV gépészet bedobás. Pukancsik, Hajnal Imre fejeli ki. Máriási, Bóka. Farkas, Lukács, Monics. Hajnal Imre előre, Német veszi birtokba a labdát, aztán gurítja ki Pukancsiknak. Ez egy rossz passz. Most valamelyest lassíthatják a játékot a pirosmezesek, hiszen a labda kikerült a játék téren kívülre, ők támadhatnak Fehér Ível előre Juhásznak. Máriási. Hajnal Imre, üres területre. Pukancsik. Hajnal lépett ki ismét és előzte meg Pusztait. Pukancsik. Óriási küzdelem. Pusztai és Hajnal Imre között rángatják egymást. Pozíció harc óriási. Juhász fején csúszik meg a labda. Szöglet. Monics. Mindenki mellett elpattogott a labda. Máriási. Hajnal Lászlóval vált. Be középre. Ketten is álltak ott Juhász és Bóka, de a labda így is mély volt. Pukancsik. Farkas. Egy pöci passz. És egy jó kényszerítő Lukáccsal. Fehér Miklós rúghatja ki a labdát. Ki is rúgja.
a pályáról is. Pusztai. Juhász érkezik rá. Lukács. Pusztai. Juhász löki fel. Szabad rúgás a MÁV gépészet javára. A kaputól mintegy 7 méterre. Pukancsik zavarja középen a kapust. Pusztai a labda mögött. Jó szabadrúgás. Lövő. És ez sem volt veszélytelen szöglet. Monics. Pukancsik kapásból. Vóka ugrott bele a labdába. Nem lehetett kellemes. Monics. Testcselek, és aztán tovább viszi középre a labdát. Farkasnak kell megmentenie a vonal előtt. Német. Monics. Most már mindent bele kell adnia a MÁV gépészet játékosainak. Hogyha meg szeretnék szerezni legalább az egyik pontot, hiszen 4-3-ra vezet a Klubfeca, és most már csak alig több mint 5 perc van hátra a mérkőzésből. Juhász csúszott be hátulról. Almádi Ferencet szeretné leültetni a játékvezető a kispadra. Aztán egy kis küzdelem a kapu előterében. Pusztai és Hajnal László kakaskodik, és Pusztai kap egy sárgalapos figyelmeztetést, és Hajnal László is. Mindketten tehát 2 percre leülnek. Pusztai nemes egyszerűséggel fogta, és lerántotta Hajnalt a parketre. Négy-négy mezőnyjátékos folytatja tehát a játékot a pályán a 46. percben. Az eredmény pedig 4-3 a Klubfeca javára. Bóka, Juhász hosszan veszi át a labdát. Német érkezett, vetődött ki. Farkas, Monics, Máriási. Monicshoz kerül vissza a labda. Máriási, Hajnal Imre, előre íveli Juhász felé, aki csúsztat, fölé. Farkas, itt a Lukács, elnézést. Most Farkas Rolandnál a labda. Monics, gyönyörű volt a csel, Lukács 4-4. Repül egy vizes flakon. 47. perc, egyenlít a MÁV gépészet. Lukács harmadik gólját szerzi. 4-4 az eredmény. A Klubfeca játékosai panaszkodnak, bosszankodnak pontosabban. Hajnal László kiállításának jogosságát vitatják. Hajnal Imre. Azért ez is egy óriási lehetőség volt ám. Juhásznak csak bele kellett volna érnie egy picit a labdába, és akkor már is életveszélyes a szituáció. 4-4 az eredmény. Hajnal Imre. Fehér kapusnak hátra. Juhász. Pukancsik érkezett keményen. Hajnal, Máriási. Hajnal Imre nem indul be. Így fordul a MÁV. Monics. Visszatérhetnek a kiállított játékosok.
Fodor jó ütemben lépett vissza a pályára. Máriási gól, 5-4 a Fecának. 49. perc, kérem szépen. Alig több, mint másfél perc van hátra a mérkőzésből, és ahogy kiegészülnek a csapatok, Máriási gondol egyet, bal lábbal lő, és Németh Attila beleír ugyan a labdába, de átjut rajta, és a gólvonalon is. Így 5-4 az eredmény a Feca javára a 49. percben. Máriási is már 3 gólos, tehát Lukács Krisztián és Máriási Zsolt párharca. Mind a ketten 3-szor vették be az ellenfél kapuját. Juhász. Lukács szerzi meg tőle a labdát. Hajnal Imre előre vágja. Az a biztos, minél messzebb van a Feca kapujától a labda, gondolja Hajnal Imre. Farkas. Juhászban akad el. Lukács. Farkas. Lukácsnak középre, és a bal kapufa külső élét találja el. Óriási gólhelyzet volt ez is. És most már az utolsó percen belül járunk, de Hajnal Imre lent marad a parketten. Lehet, hogy ütközött valakivel, de különösebb baj nincs. Talán egy pici húzódás. A rendes játékidő már letelt. Juhász veszi merre. Farkas. Farkas hámozza át magát a jobb oldalon. Szabadrúgás a MÁV gépészet javára. Puszta érkezik a labdáért. Talán az utolsó esélye a MÁV gépészet Albakeremi 57 Kft-nek, hogy kiegyenlítsen. Pusztai a labda mögött. Pukancsik. És vége a mérkőzésnek, a MÁV-nak nem maradt ideje tehát az egyenlítésre. Azt hiszem, hogy egy élvezetes, gólokban gazdag, látványos mérkőzést láthattunk az utóbbi 50 percben. A végeredmény tehát Klub Feca, MÁV gépészet Albakeremi 57 Kft. 5-4. A gólszerzők Bóka Juhász, illetve Máriási 3-szor találta a MÁV kapujába, a másik oldalon pedig Pusztai és Lukács Mester 3-asa eredményezték a találatokat. Azt hiszem, nem csalódtak azok, akik látták ezt a mérkőzést. De természetesen a 15. fordulóban valamennyi csapat pályára lépett, így most következzenek az összefoglalók. A 15. forduló nyitó mérkőzésén a zöldmezes Bádogos a kiesés ellen küzdő és a tavaszt rosszul kezdő Süni és barátai csapatával találkozott. A mérkőzés elején mindkét oldalon veszélyben forogtak a kapuk, később a Bádogos vette át az irányítást. A dobogóra törő együttes szervezetten védekezett, jól cserélt, és a 16. illetve a 17. percben 2 gólos előnyre tett szert. Fordulás után a Süni támadott többet és ledolgozta hátrányát. Ekkor a Bádogos sok hibával játszott, ám ezt a Süni nem tudta kihasználni. A hátralevő időben már csak a zöldmezesek örülhettek, hiszen 4-szer is bevették ellenfelük hálóját, így a mérkőzést 6-2-re nyerte a Bádogos. 15 centiről se tudtuk berúgni az üres kapuba. Ez igazán a mai mérkőzésen jellemző volt. A Bádogos viszont könnyörtelenül kihasználta szinte valamennyi lehetőséget. Egy kisebb hullámvölgytől eltekintve azt hiszem, hogy tökéletesen teljesített a csapat. Én nagyon örülünk ennek a második győzelmnek, én már idén. Egyre jobban közeledünk a dobogó felé, szeretnénk minden előbb végezni. Az Összelmék Fedél Kft. Most Bretton RT néven szereplő, harmadik helyen álló csapat a 7. Turul Line-nal csapott össze. A fehérmezes Bretton RT már a 7. percben vezetést szerzett, ám a Turul gyorsan egyenlített, sőt nem sokkal később már a kékeknél volt az előny. Kiegyenlített küzdelem folyt a pályán, és mindezt bizonyította, hogy a szünetben 2-2 volt az eredmény.
A második félidőben a Breton RT egyre inkább átvette az irányítást, és a fölény találatokban is kidomborodott. A Turulline a második 25 percben nem tudta bevenni ellenfele kapuját, és így a tavaszi idényt két vereséggel kezdte. A mérkőzést 4-2-re nyerte a Breton RT. A papírformára hagyatkozva túl sok kérdés nem merülhetett fel a Szépházak 94 ingatlaniroda Total Food mérkőzés előtt. Csupán annyi, vajon hány góllal veri ellenfelét az ősszel még Aprilia motorosboltként ismert pályaválasztó. A Szépházak csapata idén még nem vesztett pontot, így nem csoda, hogy már az 5. percben vezetést szerzett. A sereghajtó Total Food az első félidőben még tartotta magát, ekkor csak 3 gólt kaptak a kékfehérek. Fordulás után azonban a Szépházak játékosai felőrölték ellenfelüket, és kedvükre 2 percenként rúgták a gólokat. A Szépházak 94 ingatlaniroda végül 8-0-val gyűjtötte be idei 15. győzelmét. Az elején tartották magukat, lehet utána az érvényesült, amit mi szerettünk volna végül is. A csapat jól játszott, ment a játék. És jöttek a gólok. Próbáltunk egy olyan játékot kitalálni, hogy védekezünk és kontrára játszani. Játszás, annyi rutinos játékos, hogy az első 10 perc alatt 3-0 volt, tudom, mert nehézet tudtuk már felállni. Egy cserénk volt, tehát előttek sem nagyon bírtuk. Szerintem a bajnok ellen kaptunk ki, úgyhogy csatotványt tudok nekik. Az elmúlt fordulóban gólgazdag meccset produkáló Fevita a C pluszével találkozott, és találatokban ezúttal sem volt hiány. Az első félidő közepéig 5-ször került a hálóba a labda, és mivel valamennyi gólt a Fevita lőtte, 5-0-nál eldőlni látszott a 3 pont sorsa. A játékrész végére azonban megrázta magát a C plusz V, és zsinórban 3-szor betalálva újra nyíltá tette a meccset. A második félidőben egy ideig felváltva estek a gólok, a csapatok ekkor keveset törődtek a védekezéssel. A 37. perctől aztán ismét a sárgamezesek kerültek fölénybe. Sorra értékesítették helyzeteiket, és végül az 5 gólos Szente vezetésével 11-6-ra legyőzték a C plusz V gárdáját. Ez a másik olyan meccsünk, hogy lekontráznak minket. Kicsit át kell állítani a felállásunkat és a védekezésünket. Sajnos már 20 éve fiatalabbak, és most már nagyon-nagyon lekontráznak minket. Az dominált például, hogy a fiatalság a rutin ellen. A gyors passzos játékkal sikerült legyőznünk egy nagyon jó rutinos csapatot. Hát ez a tavasz így indult, remélem folytatódik, és a végére talán nem lesz problémánk a bennmaradással. A Bombon-Polyák BT mérkőzést a Bombon kezdte aktívabban, míg az ellenfél főleg távoli lövésekkel próbálkozott. A 14. percig mindkét oldalon kimaradtak a gólhelyzetek, ekkor a Bombon egy tetszetős akció végén szerezte meg a vezetést. A hátrányba került Polyák BT kitámadott az egyenlítés érdekében, azonban a próbálkozásokat nem tudták sikerrel befejezni, így a szünettel maradt az 1 gólos különbség. A második játékrészben mindkét oldalon akadtak lehetőségek, de ezeket csak a Bombon tudta kihasználni. A félidő közepén 5 perc alatt 3 gólt lőtt a gárda, és ezzel el is dőlt a meccs. Az eredmény a későbbiekben már nem változott, így a Bombon 4-0-ra győzte le a Polyák BT-t. Egy jó csapatot győztünk le ismét. Miben sikerült felülmúlni? Hát talán abban, hogy a Szobi fogyott 10 kilót, és ezáltal sokkal mozgékonyabbak voltunk elől, és hát kihasználtuk a helyzeteinket. A játékban úgy érzem, nem múlt minket felül az ellenfél, de nagyon be voltunk ma gól ellen oltva. De jellemző ez a csapat. Elég kevés gólt rúgtunk az őszi idénybe is, ezen kell változtatni. A forduló utolsó mérkőzése egy igazi kiesési rangadó volt, hiszen a 13. Cooper SC a 12. helyzet maratonsporttal találkozott. Az első gólig a 7. percig kellett várni, ekkor a tartalékos maraton szerezte meg a vezetést. A bekapott gól után a Cooper megszállta ellenfele térfelét, azonban a rendkívül szigorú és fegyelmezett védekezéssel szemben tehetetlennek bizonyult. A maraton gyors kontrákkal próbálkozott, és a félidő végén sikerült is növelnie előnyét. A második 25 percben a Cooper tovább támadott, azonban a támadások sikeres befejezésével továbbra is hadilábon állt a gárda. Az előnyben lévő zöldmezesek ekkor már csak a vezetés megtartásával foglalkoztak, és az utolsó percig sikerült is kihúzniuk kapott gól nélkül. A késői szépítés azonban már nem befolyásolta a meccs végkimenetelét, a maratonsport 2-1-re felülmúlta a Cooper SC-t. Nagyon nehéz volt győzni, hát 4 sérültünk volt, aki standard játékos, de hát mindig az a csapat, aki a pályán van. Szerencsére mindenki megtett mindent. Bárcsak tavaly is ugyanígy küzdöttünk volna. Nézzük az első osztály 15. fordulójának eredményeit. Bádogos Hűn és barátai 6-2, Breton RT Turulline 4-2, Klubfeca MÁV Gépészet 5-4, Szépházak Total Food 8-0, C plusz V Fevita 6-11, Bonbon Polyák BT 4-0,
Cooper SC Maratonsport 1-2. A tabellát továbbra is 100%-os teljesítménnyel a Szépházak 94 ingatlaniroda vezeti 45 ponttal, második a Bombon 33, harmadik a Bretton RT 28 és negyedik a Bádogos szintén 28 ponttal. Ötödik a MÁV Gépészet, hatodik a C plusz V, hetedik a Klubfeca, nyolcadik a Turuline, kilencedik a Fevita, tizedik a Maratonsport, a négy kieső helyen pedig jelen pillanatban 11. a Polyák BT 16, 12. a Sűnés Barátai szintén 16, 13. a Cooper SC 12 és 14. a Total Food 5 ponttal. Az 1B-ben a következő eredmények születtek. A B-ördögök nevű csapat nevet változtatott, a továbbiakban VDA néven szerepelnek. VDA Track Trailer 3-10, Dekkebau Ságépítő RT 6-1, Fészeképítők Opsitos 9-1, Fehérvíz Placbau 3-1, FC Chelsea Erszábalba Logisztik Széphő 3-3, Hungária Taxi Más Tészta 1-5, Koral Zöldker 7-1. A tabellát a Fehérvíz vezeti 42 ponttal, második a Track, harmadik a Dekkebau és negyedik a Más Tészta. Ötödik az Erszáb, hatodik a Fészek, 7. a Zöldker, 8. a Koral, 9. az FC Chelsea, 10. az Opsitos, 11. a Ságépítő RT, 12. a VDA, 13. a Hungária Taxi és 14. a Placbau Veszprém Beton. A 16. fordulóban, azaz a jövő héten, kedden és csütörtökön a Bretton RT a C plusz V-vel, a Polyák BT a Bádogossal, a Maratonsport a Klubfecával, a Sűnés Barátai a Szépházak 94 ingatlanirodával, a Fevita a Cooper SC-vel, a MÁV Gépészet a Bombonnal, míg a Total Food a Turuline-nal találkozik majd. Kedves nézőink, műsorunk végén megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!